Szevasz! Találkozunk? A szokott helyen. Rendben. Rendben. Ugyan régen volt már. A fiad dolog. Hát... Képkővel láttad utoljára. Nem. Alig ismertem rá. Most mit akarsz csinálni? Tőlem várod a választ, hiába jöttem. Na nem. Arra lennék kíváncsi, hogy az anyja most mit mondom nekem, vagyis nem. Ez nem igaz. Nem baj. Tudom, mit érezhet most. Az én édesanyám is hamar eltávozott. És magába vitt egyet s mást. Talán el kell vinnem őt valahova, horgászni, vagy csak egyszerűen sétálni. Megbeszélni, hogy akkor most hogy is legyen, vagy... Légy kíván. Jó. Jó, tudom, hogy megy ez. Meddig van? Nincs hova menni. Kiskorú még. Akkor a 148 mostantól kezdve 149. De a hétvégén többen leszünk. Igen, az a sok városi férjek. Ő is onnan jött. Az ő más. Ő a technikus. Csak van mennetek valami közös. Remélem. Ez azért zavarba ejtő. Időn valaki, és megáll számára az élet. Csak nekünk nem. Mert be vannak szarva.
le vannak szarva a csendtől. Attól, hogy nincs válasz. Pedig régen az emberek nagy része így élt. Függetlenül. Szemben állva. És ez így van rendjén. Hát, nekünk biztosan. De ha valaki a város ide költözik és beérezkedik, az már más, ugye? Ahogy én is tettem. Mikor festettél utoljára? Már régen. Régóta nem megy. Egyébként a fiamra alig emlékszem. Alig láttam, azt is nagyon keveset. Néha évente, néha még ritkábban. Szóérzés. Ez most sok, így hirtelen. Régóta egyedül vagyok már, tudod. Én nagyon jól állt. Nekem nincsenek ilyen problémák. Otthon vár az asszony, a gyerek. Az asszony. Szeretem kimondani ezt a szót. Keretbe foglalja a gondolatait. Hát persze. Néha azt szoktam gondolni, hogy nekem most már mennem kell, kezdődik a műszakom. Rendben.
hadd lássam az arcodat. Magamra emlékeztetsz. Kevesebb, mint amennyinek kellene. Ezt hogy értsem? Sehogy. Valahogyan csak lennie kell. Ugye minden van. Talán majd bemutathatnálak egy-két ember. Az ilyesmi jelente nehéz, de aztán...
Gyere ide egy-két órán belül. Mit mosolyogsz? Csak örülök, hogy látlak. Függetlenül attól, hogy mi történt. Évek óta csináljuk már ezt. Mindig is én voltam a rekeszizmon. Sír csak a sírnak kell. Én volt már, és nem most fogom újra kezdeni. Valahogy mindig azt reméltem, hogy azt hittem, hogy az anyám fog engem túlélni. Tényleg ez. Csak ezt reméltem. És akkor most itt fogsz apádnál lakni? Itt. Hát hogy néz ki? És mit szólt hozzá? Alig tudod megszólalni. Se tudnám neked megmondani, hogy melyikünk tűnt idegeneknek. Hogyha azt mondanám, hogy nincs rá szükségem.
akkor azt elhinnéd. Emlékszem még egy ilyen nyolc éves kisgyerkőcre. Tudod, néha azt szoktam gondolni, hogy én hoztam ide magamat a túlvilágról. Ilyen emelkedette. Az a Isten gondolattal a fejemben. Nem hiszem. Ezt egy férfi foszi korábban már megcsinált előtt, 2000 évvel ezelőtt. És fixen nem te vagy a következő. És mostanában mit dolgozol? Mostanában operátorként dolgoztam, de egy ideje zongorázgatok egy kocsmában. Azért az lényegesen jobb. Van valami jó abban, amikor azt mondják, hogy csapjak a billentyűkre. Az egyik kezemben benne van minden frusztráció, a másikban meg minden szeretet, amit csak adni tudok. És mit fogsz csinálni, hogyha hazamész? Csapja billentyűkre.
Mária. Nem. Juli? Ő sem. Ráadásul gyerekkel is volt. Persze. Akkor... Angia esetleg? De aztán semmiből nem akarsz kimaradni, testvéreg. Hát... belőle biztos nem. Megvan az engedély. De azt már nem mondom, hogy hogyan csinálod. Én elméleti tudós vagy. Kísérleti fizika, te szaktál. Igyunk a városra. A falura. Tíz év vagyunk barátok. Tíz éve ismerlek. Tíz éve vagyunk barátok. De nem igazán hiszem, hogy ismersz. Én viszont már sejtem, hogy ki vagy. Kapcsolódnád az autódat? Ilyenkor már nem igen járnak a buszok. Rendben. De... nincs túl jó állapotban.
hogy aludtál? Egészen van. Takaromból csinált a párat magamnak, de épp mint elég volt a szúnyagháló. Semmi sem életett hozzám. Van ez így. Mi jó? Néhánál többször. A gyakornál is többször. Ezt ismerem. Van, amit mindketten ismerünk. Fogsz majd valami olyasmit is mondani, amit én még nem mondtam? Ez a te feladatod. Nem, rendben. Kimenjünk, megöntözni a facsmetéket. Rendben. Adsz egy cigit, apa. Azért szerint nem kéne dohányoznom.
Alapvetően nem igazán vagyunk mi normálisak.
Ő itt a... Tudom, hogy kurva.
Hol van a nagyapa? Nem tudom. Őt valahogy mindig kedveltem. Miért nem kerested? Ja, te apád, neked kellett volna. Mindkettőnek kellett volna, de leginkább neki. Mondd csak, ő volt az első? Igen. Milyen jó is volt. Nekem is. Anyának sose fizettél érte, ugye? Nem egy 10 000-est csinált engem, ugye? Soha. De nem is tagadta meg tőle semmit, és tőled sem. Mindig szerettelek. Hát ezt itt távolról kurvára éreztem. Amikor a temetőben megláttalak, azt gondoltam, hogy pont ilyen fiút akartam. És amikor pár perccel ezelőtt leültünk ide beszélgetni, arra gondoltál, hogy majd ezt fogod mondani nekem? Már nem tudom, hogy mi közünk volt nekünk egymáshoz. Már haragudni se tudnék rád, mert nem is érzek semmit. Semmit, ami említésre méltó volna. Az anyámmal akarok lenni. Elmegyek innen. Hogy hol van ő? Szerinted? Fönn valahol? Vagy az anyaföldben a férgek között? Óvá, én is kerülök majd? Nem tudom. És hol van a nagyanyám? Nem tudom. Semmit se tudok.
Nem tartom túl erkölcsösnek, hogy két ember a második találkozás után sem mutatkozik be egymásnak. Szólíthatlak Lacinak? Ez csak egy név. Simon. Ez is egy név. Megölettel? Milyen fajta? Cigány. Innen már nem megy több busz. Megszűnt a járat. Hová akarsz menni városlakó? El akarsz menni innen? Nem teszed. Fogadok, azt sem tudod, hogy hogyan tovább. Láttam már ilyet. Eleget. Mit fognak gondolni az apádról? Ne légy szívtelen. Ő küldte magát? Semmi baj. Tudom én, hogy van ez. Tegesz, kérlek. Akarsz valamit. Mész valamerre. És közben a dolgok pedig csak úgy maguktól megtörténnek. És ezek a dolgok finoman vagy keményen, de megerőszakolnak. Az a kérdés, hogy ezek után hogyan és merre mész tovább. Hogyha az kell,
A lábamhoz láncolva húzom el innen az apám házát. Nekem muszáj innen elmennem. Igazán érdekel, hogy mi lesz vele. Mi csak egy szerencsétlen. Nem szerencsétlenek, mint én, vagy... Nem marad semmi más, csak a gondolkozás. De lehet, hogy én nem is akarok mást. Talán van is abban valami, amit mondasz. De ez engem egyáltalán nem érdekel. Akkor miért jöttél ide? Mert itt mindenki azt csinálja, amit én mondok. Nem tartozom bele ebbe a mindenkibe. Nem tartozom erre a szemétdombra. Nem tartozom a saját testemhez. Még a saját szavaimhoz sem. Nem tartoztam én még az apám faszába se. Így hát az ő, és az anyám segítségével kijöttem onnan. Akkor segítettek nekem utoljára. És ennek a gondolatnak még azóta sincs vége. Sehova. Lopács fia vagy.
Mm-hmm.